Szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Imádom ezt a területet, mert olyan messze van Miskolctól, és ritkán ások itt, de azért az se olyan ritka, mert nyáron, tavaly is itt voltunk Beleden, hogyha volt valaki itt az axiálos sónál, az alig van egy pici alarébb, úgyhogy azért a Jóisten adott már egy pár lehetőséget arra, hogy ide is elkerüljünk. Nagyon élveztem a a takarónövény bemutatást. Egy picit talán beljebb mentem volna, és ha legközelebb bárki szelvénytárs, akkor soha ne a forgóba tegye, mint ahogy a forgóban lehet látni, hogy olyan taposás tűrő növények vannak végig, hogy nem feltétlenül a takaró növény keverék volt a hibás, hogy a fele nem kelt ki, hanem hogyha még egy 30-40 métert beljebb sétáltunk volna, akkor az is sokkal szebb képet mutat. És ez mutatja a legjobban, és különösen ezzel a területen, hogy volt egy kis beszélgetésünk még az elején, hogy hát, hát ez nagyon-nagyon szép fekete, ugye? Hát bár, ha nálunk ilyen lenne, most hirtelen nem találom az arcokat, hogy ki mondta, de hát mégse cserélném el, mert nálunk legalább van csapadék, mondta ő. És ez tök igaz valahol, mert amit a jó isten elvesz az egyik oldalon, amit az ember elveszít a réven, azt megnyeri a vámon, vagy fordítva. Úgyhogy sajnos mindig van valami, amivel küzdeni lehet. Ugye itt vagyunk a csorna síkján, gyakorlatilag csornai síkon, így hívja a természet földrajz. Ez egy nagyon-nagyon érdekes terület. Ha jobban megnézik, itt vannak ezek a kis csatornák mindenfelé, vannak, ahol még e, intenzívebben itt vannak, ahogy így jövünk be az úton, bár nem tudom, mennyi helyi van. Én is nagyon jól láttam ezt a területet. E, gyönyörű mocsárrétek vannak, lápos réti talajok, tehát így írja le még az ősi rendszer is. Ez azért van, mert már itt már nem nagyon érződik, de itt vagyunk a Bakony északi előterének a nyugati végében, gyakorlatilag a Kisalföldnek. Most már Isten igazából a Kisalföldön vagyunk, de ha egy picivel elmegyünk dél-keleti irányba, az már a pápa devecseri sík. Nem messze innen kezdődik, és az a fő különbség benne, hogy közelebb van a Bakonyhoz. És amikor a Bakony elkezdett kiemelkedni, akkor ugye tolta fel magával, Bakonynak voltak kis szigetei még a Pannon-tenger idején is, de azért a fő tömege kiemelkedett, és mindazt a pannon tenger üledéket, ami rajta volt, ami általában messzes homok, ami a felszínen van, ugye azt elkezdték, hogy vízfolyások északi és déli irányba lehordani. És minél közelebb vagyunk ugye ehhez a rendszerhez, amikor ez leholdódott, akkor jöttek ugye a természetes kövek, aprózódás, és akkor telepakolódott kis kavics síkokkal, Pápánál is térképeztünk, 30, nem, hát 50-60 centivel a felszín alatt már sóder van. Itt is sok helyen megjelenik a kavics, csak itt sokkal mélyebben, és hogyha ránézünk erre a szelvényre, akkor az látszik, hogy össze-vissza csíkos. Nagyon-nagyon szépen magyarázza a teljes vízgazdálkodását ez a szelvény, de ugye csak hogy befejezzem a gondolatmenetet, ez az egész terület gyakorlatilag részben a rába, meg a marcal, részben pedig ugye a bakony eléterének kis patakjai által feltöltött terület, ami fel van szabdalva. Lehet látni, hogy itt az útnak a másik oldalán legalább fél méterrel mélyebb, aztán vannak ilyen kis magasabb maradvány teraszigetek, aminek a tetején még homok is van az esetek jelentős részében, ahogy jövünk befelé, az is szépen látszik. Ugye ez az, ahogy így most, hogy építi fel a területet a hordalékanyag, akkor ugye létrehoz egy síkot, aztán kis víznél így elkezd ugye kis csatornát vágni, kicsit belesüljed, és akkor elkezd így körbevágni az eredeti felszínt, és akkor kisebb, nagyobb kis szigetecskék maradnak, amik gyakorlatilag, mivel magasabbra kerülnek, mint a környezetük, ezért kiszáradnak. Az anyagukat ugye az átérről még az észak-nyugati szelek, amik itt gyönyörűen rajzolnak szintén, abba így belefújnak, és rápakolják a tetejére ezekre a kis szigetek tetejére ezeket a kis homokokat. És ez lesz, ami nagyon-nagyon szépen magyarázza itt a talajtani változatosságot, itt az agyaktól kezdve, a, az áthalmozott löszökön keresztül szinte a homokon át minden megtalálható, és akkor még jönnek a lápos-lápos réti talajok, amelyek a mélyebb területeken megvannak. Ha egyébként ránéznénk a műhold képekre, akkor itt közvetlen mellettünk még a táblán is felismerhető, hogy egy elhagyott mederág van, ami itt visszafordul, ugye abba az irányba megy, csapolja le a területet, de ez szépen magyarázza azt, amit ugye eddig mondtam, hogy egy feltöltődő területen vagyunk, amit ugye ezek a a lassú mellékágak a, a rába és annak a kis mellék patakjai ágai töltöttek fel. Ugye ez a különbség a, a Kapuvári sík meg a Csornai sík között, hogy ez, ez ilyen alacsony vagy kissé kiemelt átér, és ahogy menjünk kapuvár felé, ott egyre magasabbra kerülünk. És ott már a táj is nagyon megváltozik, de már itt is sok helyen, ugye ha például egy szép domborzat modellt megnéznének, akkor jön a rábának a mindenféle iránya, és közben furcsa módon észak-nyugati irányba ilyen csíkok vannak, amelyek ilyen hosszú kilométereken keresztül végig kísérhetők. Ugye szoktam mondani, csak már nem akarom magam ismételni, hogy dévénynél nem csak új időknek új szavai volt ölt hanem gyakorlatilag innen jönnek be a szelek, és ezek a szelek ezt az észak-nyugati irányt ezt gyönyörűen kirajzolják, és ezeket a kiemelt szárazodó felszíneket olyan szép, párhuzamos, hátakká és mélyedésekké formálta, amit utána ugye a megmaradt hátakat még az oldalirányba elinduló erózió kicsit fölszabdalta, és ez hozta létre azt a felszínt, ahol most vagyunk. Most egy mélyebb területen vagyunk, és az azt is jelenti, vagy az is jelzi, hogy mélyebb területen vagyunk, hogyha itt megnézzük ezt az anyagot, ami itt a tetején van, akkor azt látjuk, hogy ez viszonylag kötött nem az a nehéz agyag, ami a takta közben van, de már az agyag irányába megy el, nem mondanám, hogy tiszta agyag, inkább valami vályogos agyag, tehát az agyagnak a gyengébb formái. Tele van ilyen apró kis csillogó darabokkal, és ha az emberi szépen széthúzza, el is szakad. Ugye ez mutatja, hogy itt, mint az ország más területében is, az agyagon kívül, ugye ezeknél a mélyfekvésű, lassú folyású területeken a folyóknak már nincs energiája, ugye? Tehát ezek már csak nagyon apró kis üledékeket hoznak és pakolnak le, különösen ezeken a mélyebb területeken, ahol most vagyunk. És ez így szépen létrehoz egy ilyen kis viszonylag sekély, az látszik, hogy ez, ez és ez nem szép a rendszerben, hogy hogy ilyen beleszakadt darabok vannak, és furcsa módon nagyon éles az alja. Ki azt mondta, hogy nagyon szeretne ilyet, igen, nagyon szeressen is ilyet, csak az a baj, hogy ez is még, <laughs> még most is pusztul. Tehát ö, nem, nem, is nagyon látunk rajta sok mindent, de hogyha, hogy miért pusztul, így meg lehet nézni, hogy ö, ha valaki ide jön, és látja ezeket a gyönyörűen felrajzolt, az összes gyökér, ami létezik, itt fekszik fel a repedéseken. És ahogy jöttünk idefelé, volt egy beszélgetésünk szintén, hogy hát itt tárcsa kell mindenképpen. Vagy valami forgatás kell mindenképpen. Pontosan ezek azok a területek, de pontos, csak sajnos most a fényviszonyok már nem olyan jók, de, de most kicsit talán kapkodónak tűnök, csak hogy meg tudjam magyarázni a tetejét így. Így van egy ilyen forgatott, szétművelt anyagunk. Ráadásul nedves az esetek jelentős részében szétiszapolódik, szétúszik. Ez onnan látszik, hogy ha ide lejövünk, akkor full szürke, innentől kezdve olyan szürke a felszíne, de csak a törési hálózat felszíne szinte csillog, mintha bekentem volna gépzsírral. Ez mi csoda? Ezt hívjuk úgy, hogy pangóvíz. Mert ugye minden ilyen aluviális feltöltött területen, ami aztán átmegy ide, hogy ennek az eltemetett, rétegnek, ez egy korábbi valószínűleg mederanyag, ami itt van, de ez egy humuszos ászint. Ez olyan kemény agyag, ez olyan igazi jó agyag, ami rajta van, és ugye a víz fogja magát ide lejön, ezt élvezik a gyökerek is, mert itt vannak végig, látható, még 120-nál is tele vannak, sőt 140-nél is tele vannak, attól függ milyen az idő. Ezek kincsek, mert ugye itt különböző rétegek vannak, amikor meg, 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 meg akad a víz. Tehát elméletileg tud menekülni a növény, és menekül is, és nagyon jól hasznosítja, és amikor itt a víz fölülről lejön, és ugye azt látjuk, hogy fölülről jön le, mert azért ilyen szürke, ahol elvágom, ott vörös, ahol pedig ugye megtöröm, ezt majd tényleg érdemes megnézni, mert ezek iskola példák, ezek a pseudoglei és barna talajok, amik úgy működnek, hogy föntről kapják a sok-sok vizet, eljutnak ide, és innen gyakorlatilag nem tud tovább menni, visszatorlódik, de ugye hol megy le? A repedésekben megy le, és a repedések falánál, mivel itt az anyag, itt már megint sokkal agyagosabb, itt van egy, 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 ilyen vályog, fizikai féleségű anyagunk, itt eldurvul. Ez nem baj, mert ennek ilyennek kell lenni. Meg ráadásul vannak benne gyönyörű mézkiválások, amelyek itt a korábbi lösz fedésnek a, a maradványai. Tehát itt van egy durvá, van egy finom anyag, egy durvább anyag, és aztán hirtelen bejövünk ide megint egy sokkal finomabb anyagba, amit aztán ez az agyag zár innen alulról, és akkor itt jön föntről le az anyag, itt egy picit megérkezik, és gyakorlatilag itt már annyira sűrű az anyag, hogy csak a repedéseken leszalad, de nagyon lassan szivárok be magába az anyagba. És ezért aztán a repedések falát kezdi el ugye, megszürkíteni, tehát a leesedés folyamata így most a repedés irányából kezd el indulni, mert ott nem lesz levegő, és oxigén hiányában a vasat meg a mangánt elkezdi felhasználni a szerves anyagnak az elégetésére, ennek eredményeképpen ez a szép barnás szín, vagy ugye a vöröses szín, ami a vasnak az oxidált formáit jelenti, az szépen eltűnik, és elkezd a felszín kiszürkülni. Felfelé ez a hatás csökken, és lehet látni, hogy teljesen ilyen 80-90 centitől ebben a durvább anyagban már nincs is meg. Ez gyakorlatilag a, a, a vizek országútja, hogyha itt így akarom szépen leírni, mert itt a víz átszalad lefelé, meg gyakorlatilag vissza tud pakolódni lentről felfelé, mert hogyha ez az anyag egy ideig vizet kap, ugye redukálódik, kiszürkül, akkor utána be is zár, mert ugye azért pangóvíz, mert ezen a rétegen elkezd visszatorlódni. És ezért gyönyörűen belakja ezt a főső területet. És ugye van várajainak is, ezt már talán mesélgettem, várajai professzor úr, Akadémikus úr, aki már sajnos nem él, én nagyon imádtam, nagyon szerettem. Nagy egyéniség volt, próbálkozott költészettel is. Mondjuk a költészetet most itt idézőjelbe tettem, mert neki voltak ilyen kis angol nyelvű szép mondásai, hogy clay on sand, money in hand. Sand on clay, money thrown away. Ugye ez annyit akar jelenteni, hogy ha az agyag van a homokon, akkor a gazda boldog. Ha viszont homok van az agyagon, akkor a gazda nem boldog. Ezek persze nem igazak, mert ez mind attól függ, hogy hol vagyunk, attól függ, hogy ezek milyen vastagak, milyen mélyek ezek a rétegek, de gyakorlatilag azt akarja mondani, hogy ha fölülről kapja a vizet, mint ahogy itt is, látjuk, mert pangóvizes. Az alján már 1,60-nál, 1,70-nél ott van a talajvíz, azok a szürkevörösek, azok már mások ott az agyag alatt. De mivel ugye jön az agyag, jön a talajvíz, emelkedik felfelé. A talajvíz is olyan, mint hogyha szivacsba érkezik, a szivacs az csak párolog, de nem vezet, ugye? Tehát, hogyha ott hagyjuk a szivacsot, onnan nem fog kifolyni a víz, hanem csak szépen lassan megszárad. Ugyanez van itt is, a talajvizet gyakorlatilag, vagy a vizet nem csak fölülről állítja meg, hanem lentről is, mert amikor a vékony porozítás belemegy a vastagba, akkor gyakorlatilag megáll a vízemelés. És ez visszafelé is igaz, tehát hogyha fönt van a, a finom üledék, és ez belemegy egy durvábba, és erről szólt a várajainak a Klejan akkor gyakorlatilag ez a felső rész úgy megszívja magát, és itt volt Belednél egy gyönyörű szelvényünk, ami pontosan ugyanígy működött, 80-90 centiben homok volt, meg kavics, és mégis ez a felső 60-70 centi, ha vizet kapott, és azt gondolnánk, hogy azt ledrénezi az a kavics, ott nincsen baj. De rajta volt egy ilyen nagyon finom anyag, ami hogyha vizet kapott, akkor megszívta magát, ott nem áramlott a víz, hanem szívta, mint a szivacs, tehát a kapillárisok levezették egészen addig, amíg el nem ért a fázis határig. És úgy megszívta magát, hogy gyakorlatilag uh, 70-80 centiben porszáraz volt a kavics, és a traktor meg elsüllyedt a tetejében. Tehát ezek a kis apró szélsőséges játékok, ezek itt ö, ö, nagyon szépen tudnak működni. És amikor egy ilyen szelvényről beszélünk, és azért nagyon fontos az altal és is ismerete, mert ezt gyakorlatilag ö, ennek a teteje, és akkor nézek a gazdánkra, nagyon szélsőséges tud lenni. És azért szélsőséges, ö, mint amit az előbb mondtam, hogy innentől kezdve ináig kapaszkodik a vízbe. Innen nem ereszti tovább, csak nagyon lassan. Tehát, hogyha vizet kap, akkor a gazda azt hinné, hogy itt full vizes minden, pedig csak a felső 30 centi a vizes, az alatta levő rész már nem annyira. Viszont, hogyha elkezd kiszáradni, akkor gyakorlatilag, mivel ugye ez egy nagyon finom anyag, és mivel túl van művelve, és ugye mivel rögösen törik, tehát lehet látni, ez, ez tényleg nagyon szép példája, már elnézést kérek, de csak ugye nyugodtan merem mondani, mert az ország 99%-a ilyen, tehát a szántóföldi művelésnél, tehát senki ne vegye magára, vagy, mert itt most pont az ellen példa van. Na de itt ezt egy dologgal lehet megváltoztatni. Egyel biztosan nem műveléssel. Sőt, a forgatásos művelés az itt katasztrófa. És azért katasztrófa, mert ugye ebből, ebből egy dolog hiányzik. Vagyis, hogy attól függ mikor. De ugye, ha így repedezik, és a gyökerek így fel vannak kenődve rá, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ha nedves, akkor ez egy tömeg. Ez szétúszott ez összeiszapolódott, és gyakorlatilag homogenizálja magát, nincsenek benne makropórusok, gravitációs pórusok, csak vékony pórus, mint hogyha beletenném a talajt a befőttes üvegbe, vizet öntökre, és jól összerázom órákon keresztül, hogy minden szétúszon, majd leöntöm róla a vizet, és hagyom, hogy szépen lassan összeiszapolódjon. Semmi, ami vastag vízvezető pórus nem marad meg benne. És ez a szántóföldi növénytermesztés alapja, amire azt hiszük, hogy ezzel valami jót csinálunk, művelünk, pedig pontosan ezt tesszük, hogy minden évben, ami kialakult, mint makropórus, ami mi csoda? Szokták kérdezni ugye, hogy Úristen vége a világnak, tönkretettük a talajainkat, akkor hány év megjavítani? Hát, <laughs> sok. <laughs> De hány év működőképessé tenni? Azért kicsit kevesebb. Mert mi hiányzik ezekből a talajokból? A szerves anyag kivételesen nagyon nem. De miért nem? Ezt is csak gondoljuk, hogy nem, mert van benne mennyi? Három? Úgy. Három és fél. Jó. Ami országos szinten tök jól hangzik. Dulán túlom, meg nem különösen, mert ugye a nagy része az 1,5, mert ugye a domvidéke erdőtalajok talajok az más. De itt már nem ott vagyunk, ez már azért az Alföld célra, ráadásul kötött talaj. Ilyen agyagos, szélsőséges vízgazdálkodású talajon ha ez rét alatt lenne, vagy természetes vegetáció alatt lenne, akkor itt 7 lenne. És körülbelül ugyanannyi hiányzik belőle, mint az alföldi, vagy mint a homokos löszökből, a mezőföldön, vagy innen észak keleti irányban, az ébrány kisbéri medence, bábolna irányába, vagy bárhol megyünk. Ugyanez van. Tehát itt se vagyunk jobban. És az a probléma vele, hogy ezek mindig relatív arányok. Tehát itt boldogok lennénk, és ha azt mondanánk, hogy ez elég, szeretik az emberek azt mondani, hogy legalább ebben jók vagyunk. Nem, ugyanolyan szok vagyunk bárhol máshol az országban. Maradjunk a tényeknél, mert jobb elhinni először és elfogadni a tényeket, mert akkor utána tudjuk, hogy haladni kell akkor valamilyen irányba, mint hogy hitegetjük magunkat azzal, hogy hát ez jobb, mint a többi. Hát persze sokkal jobb, mint a kiskunsági homok. Na de... <laughs> jó, de mivel tudjuk megjavítani? Azt látjuk, hogy ugye a vízgazdák, tehát nem fejeztem be, miért ilyen? Azért, mert amikor ez összeáll, és mondjuk belevetünk, akkor a csorozat úgy megy bele, művelni nem szabad, ha nedves, mert ugye nem tud vele mit csinálni, mert csak szétrögösíti, szétvágja, úgy marad, még meg is tapossa. Direktbe beleveti, az tök jó. Ha még elég nedves. A kérdés az, hogy mennyire elég nedves az az elég nedves, tehát mondjuk 30-40 centig lemegye az a majdnem telített állapot, mint ami most van, most olyan 48 százalék. Ennek lehet olyan 55-60 százalék porozítása, tehát olyan 80-90 százalékos telítettségem van most. Igen, nem, de utána Jön egy szárazabb periódus, és mivel, ugye szokták mondani a gazdák, hogy amint elkezd növényezni, vagy csökkenti a művelést, eltűnnek a repedések. Igaz ez? Nyilván nem igaz, ez is hülyeség. De egyben igaz, a nagy repedések eltűnnek. De azért ez törvényszerű, hogy ez az anyag, ennek van egy 60%-os porozítása, mert sok benne az agyag, az agyag meg tágul zsugorodik, tehát hogyha vizes lesz, akkor az agyag negatív felszíne felveszi a vízmolekulákat, azok így benőnek, így szétfeszítik az egészet, és így homogénen kitölti a teret. Majd elkezd száradni, és veszít egy 15%-nyi térfogatot körülbelül. Mondjuk egy ilyen 40%-os agyag tartalommal rendelkező talaj. És akkor, hogyha így össze van állva, mint ahogy minden tárcsázás és minden forgatás és minden durva művelés után összeáll, mit fog a szerencsétlen csinálni? Nincsenek előjelzett repedései, hanem ez az egész tömb valahol egyszer elszakad. Meg itt is elszakad. Meg itt is elszakad. És utána ez a tömb már csak zsugorodik. És a gyökerek mit csinálnak? Hát ebbe a zsugorodóba már nem tudnak bemenni, otthon hagyták a spajszert, meg a minden más, sajnos nem adták neki. Ez lehet, hogy jó lenne egyébként a jövőben egy kicsit felturbózni, nem csak a gombák, ez az amaz ellen, hanem nézzük meg valami kis apróság. És utána csinálják ezt, hogy akkor itt már összeáll tömbök, és akkor elkezd szépen átnőni ezen az egészen, de úgy, hogy csak a repedésben. És ez azért zűrös egyébként, mert itt van ez a hülye sok tápanyag, amit kiadunk. És a gyökerek meg csak így oldalról nézik, mintha vitrinek között mennék valahol a Váci utcán, kispénzű turistaként, és lány, de jó dolog, hát tudom meg, aj, de jó eszetülöm. És addig-addig sétálok, még találok egy ilyen helyi kis kocsmát, ahol legalább egy feles meg tudok inni, mert ott már a pornép jár, és <laughs> ki tudok fizetni az árat. Hát körülbelül így működik ő is, és ettől van az, hogy itt még persze van gyökértő meg, de utána ide lejön, és itt felélegzik. És elkezd szépen egysége, itt alig lehet látni, tördelni kell őket, nem elég így megtörni, és akkor millió gyökér jön. Mert ugye itt be tudja lakni az egészet, itt a tetején meg nem. És csak hogy befejezzem a gondolatmenetet, hogy jó, megjavítani nehéz. De mi hiányzik ebből a talajból? Most jelen pillanatban. Azon kívül, hogy szerves anyag, dö -dö -dö -dö, -dö, -dö igen. Mi hiányzik belőle? Oxigén. oxigén is hiányzik sokszor, igen, most például, de most, most, most éppen hogy nem hiányzik, mert ugye nem 100%-osan telített. Tehát itt most még van benne annyi. De mi az, ami a, miatt az oxigén hiányozhatna belőle? Most az a baj, hogy nem látok arra irányba semmit. Hát, a kapil, igen, a pórus tér, csak ugye kapillárisokra szoktuk azt mondani, hogy az az, ami emel, tehát ami olyan vékony, hogy abba beleragad a víz. Ugye az emeli a vizet, már pedig ha emeli a vizet, akkor kinyomja a levegőt. Tehát nekünk pont attól egészséges egy talaj, hogy a pórus rendszere is divez. Tehát vannak vastagok, közepesen vastagok, meg nagyon vékonyak. A vastagban mi van benne? Levegő. Mert az addig vizes, amíg esik az eső, az tele megy vízzel, és ugye nyilván gazdászok tudják, hogy mi ez a szántóföldi vízkapacitás, ugye mindig azt szoktuk mérni, a gravitáció ellenében visszatartott víznek a mennyisége. És ez úgy általában olyan 70-80 a a teljes vízkapacitásnak, tehát magára hagyjuk 24 órára, egy napra, ami a vastag pórusokból a gravitáció segítségével kifolyik, az utána üresen marad, levegő van benne. Mi kell a talajélethez? Mi kell a szerves anyaghoz? Mi kell a szervetlen tápanyaggazdálkodáshoz? Három fázis, mert akkor ott van a negyedik is. A három fázis pedig, ugye a szilárd, az megvan, azzal nincs baj, bár az is kopik, mint látjuk, mert látjuk, hogy bele vagyunk szántva már. A pórus térben pedig ott van a víz és a levegő. Ha ebből bármelyik hiányzik, baj van. Hiába van vízünk, ha nincs levegő, akkor a mikrobi megáll. A növény is megfullad. És akkor jön ugye a denitrifikáció, amit szoktam mindig emlegetni, tehát hogyha ilyen túl nedvesedett, teljesen e, összeállt talajban, az oxigén nagyon lassan mozog. Ha van benne mikrobi, már pedig mindig van benne mikrobi. Csak kevesebb, csak kisebb intenzitású. Meg addig van, addig él, amíg van mit enni. Utána begubózik és várja azt, hogy egyszer majd dobnak neki egy alamizsnát valahonnan. Jövőre is marad két-három darab kis szalmaszál, ami ott marad, és nem ég el a biomassa erőműben. Na, igen. És gyakorlatilag ez viszont azt jelenti, és itt van a legszebb példája ennek, meg az elúszó beledi traktornak, meg minden másnak, hogy ezt csak úgy lehet rendbe tenni, hogy itt vastag gyökérjáratokat kell, végig kell juggatnom. Mert szerkezetet nem tudok építeni. Azt majd a biológia épít szépen magának hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. De mi kell a biológiához? Három fázis. Ugye ennek az is baja, és lehet látni, azt is érdemes majd megnézni, hogyha ide jönnek, akkor itt lehet látni, hogy itt van egy teljesen összeállt rendszer, és a teteje meg ilyen kis csíkos ilyen kis laminális szerkezetű, lemezes szerkezetű. Ugye nyilván a teteje az kicsit szerencsésebb, mint az alja. Miért? Mert nincs rajta még 5-10 centi talaj, ami nyomja lefelé. Ő sokkal könnyebben belélegzik, sokkal hamarabb kiszárad, mint az alja, és amint kiszárad, elkezd zsugorodni. Lesz szakad az alatta levőről, így szépen rétegesen, meg amikor vizet kap, akkor újra fel, mászik, mert ebbe a részbe tud belemenni a víz, viszont eléri ezt a részt innen, itt, ami már össze van állva, abban a pillanatban kicsiben történik ugyanaz, ami nagyban, visszadúzzasztódik, szétúszik, majd kiszárad, és saját maga súlya alatt így szépen, lemezesen visszaül. Ami tök jó, tehát, ha ezt el tudnánk érni egy kicsit lejjebb is, csak nem tudjuk elérni, akkor ez, ez egy lehetőség lehetne. Ugye ezért szoktam sokszor azt mondani, hogy ha lazítani kell, akkor azt úgy kell lazítani, hogy ne forgassunk. Mert a lazítás mit csinál? A lazítás pontosan, ha jól csináljuk, akkor ezt az összeülepített anyagot alulról megemeli, és azokat a réteges feszültségeket, mert mindig, ha mozgatunk, ugye, ha szántunk, akkor hozzáadunk 30% térfogatot. Mert 10 cm magasabb lesz a felszín, mint volt. Később mit csinál? összeületszik. Tehát fogja és magába építi ezeket a kis rejtett rétegeket, a rejtett lemezességet, ami utána, hogyha jó nedvesség állapotba kapjuk el, akkor még alulról picit megrepesztjük, vissza tudjuk hozni. Ezek nem valódi repedések, ez nem valódi porozitás, ez egy ilyen valami. Tehát ennek nincs agregát stabilitása. Ez akkor lesz stabil, hogyha a felszínét elkezdi ugye az élet bejárni, ha a gombafonalak összeragasztják, ha lomarintól kezdve bármi elkezdi megcsinálni, gyökerek benövik, annak a rizoszférájában ezek a nyálkák, a baktériumok és minden más elkezd építkezni, a szerves anyag elkezd átalakulni, humuszosodik, bevonja, Ezer olyan dolog van, ami ezt csinálja, de ugye ehhez kellenek a szerves ragasztó anyagok. A szerves ragasztó anyagok nélkül gyakorlatilag nincs semmi. Ráadásul ugye a legfontosabb nem is csak a szerves ragasztó, ugye minden talajnak megvan az optimuma. Ugye ennek egy olyan 6-7 százalék lenne a szerves anyag tartalma. Ha fele annyi van, a legjobb szerkezet képző ugye humuszanyag. Nem szoktunk róla beszélni, ritkán beszélünk róla, de nem csoda, hogy szét vannak esve a talajaink, két okból vannak szétesve, azért, mert túl vannak művelve, és azért, mert hiányzik belülük a szerves anyag, ami ezeket a kis szerkezeti elemeket újra össze tudná ragasztani talajmorzsákká. És azért, mert még nagyon gyakran forgatásos műveléseket használunk. És a forgatás, nagyon sokan magyarázzák így, úgy, amúgy. Nagyon sok igazság van benne, ebben is, abban is, amabban is. De mi az a művelet, ami biztosan megköveteli legalább három, négy, ötször átmenjen rajta valami? Hogy utána művelhető legyen? Mert ekkora szintet belevinni semmi más eszközzel nem lehet. És ugye bárhogy csináljuk, ezek a kis nagy lapok így egymással, mint így egymásra dűtött téglák, hát azért ez kell energia, hogy utána három, 4 öt menetben rendbe tegyük. Tehát nem önmagában feltétlenül a szántás a főbűnös, az is. Annak is van nagyon sok rossz hatása. Erről lehetne órákat beszélni. De az, amit maga után követel, tehát arra, hogy elérjünk ugyanahhoz az állapothoz, amihez egy menetben is el tudnánk érni, és amikor grúberezünk, most már egyre jobban, én nem szeretem annyira, mert ugyanúgy forgat, de egy nagy haszna van hogy egy műveletben, vagy max. kettőben megoldja azt, amit a szántással ötben csinálunk meg. Tehát ott, ott abzzal nyerünk sokat, mert ha valaki látott már, és nyilván látott, hát én nem látok, de önök igen, mondjuk én is voltam bemutatókon, meg láttam már ilyet, tehát meghúzzák a grúbet, hát ilyen magasan repül a talaj fölötte, és így pff, vissza. Tehát ennél az eke kevésbé forgat, most őszintén, viszont az sokkal kis szeridebb réteg sorokat hagy maga után, elsőre úgy aprít, hogy utána már nem kell még egyszer neki menni. Nem ütik még egyszer pofán. Amikor már próbálna felállni egy picit, akkor kap még egy balost, aztán egy jobbost, aztán na maradj lent. És körülbelül ennyi. És jövőre megint újra kezdi. Kaphatok egyet? jobbra kap. <coughs> Jó, akkor tudom, hogy éhes vagyok, majd magamnak nincsen, de ha nem adna egy két forintot, <laughs> csak egy darab kis valamit, <laughs> amit megeltünk. Na mindegy, körülbelül ilyen állapot. Ez a szervény, ez, ez, ez ön, na igen, tehát akkor hogyan tudjuk behozni ezt a függőleges repedés hálózatot? A gyökerekkel. És mi a baj a forgatásos? Tehát a, a például a takarónövény, vagy a főnövény is, bármi miért nem szabad forgatással művelni utána? Most volt a Matyónál egy nagyon szép mondjuk mezőkövez, az legalább olyan messze van innen, mint nekem ez a hely, úgyhogy körülbelül annyira látnak rá, de az gyönyörűen a bükk hegylá felszíne, ez kivételesen horpadtak völgyet. Nagyon nehéz küzdelmeim vannak, mert van egy közös pályázatunk, ugye valamit csinálni kellene, én mondom, hogy mit kell csinálni, ők meg úgy átgondolják, hogy ez akkor az ő nyelvükön mit jelent. És akkor megbeszéljük, hogy jó, akkor ez itt marad, takaró növény ugyan nem lesz, de hagyják a recét árva kelni. Mondtam, jó, legyen, ez is több, mint a semmi. Mert egyébként a repce úgy is felülnőné, hogyha ott nem csinál, az úgy nő, mint a veszedelem. Tehát azzal Örül, olyan gyönyörű volt, minden két-három centén volt egy kis növényke. Tehát nem ez a 76 centis sortáv, hogy közötte semmi összeáll az egész, hanem az egész így szépen be volt nőve. És akkor az volt a megállapodás, hogy jó, 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 hát rettegnek tőle, hogy mi lesz vele, hogyha túl nagy lesz, mert akkor nem tudnak vetni. Jó, hát ha ekkora lesz, akkor majd egy ilyen késes hengerre átmennek rajta, jól megtörik ugye nem öli meg a növényt, hanem az újra hajt, vagy éppen összeszedi magát, de nem tud ilyen szép nagyokat hozni, hogy tömje a vetőgépet, vagy már. És amikor oda kerültünk, akkor jó, hát jó, de hát valamit csinálni kellett, ez így nem maradhat. <laughs> Mondom, jó, hát akkor, de hát most jó, de egy dolgot kellett, tehát három centinél mélyebben nem. Én megbeszéljük telefonon, megyek oda, hát, hát meghúztuk a tárcsát. Mondom, de könyörgöm, ez egy csekély, hát két ilyen középmély menetet nyomtuk rá, de legalább két sávot meghagyott. Mert mondta, hogy azt hagyja meg. Azért is nagyon boldog volt, mert be tudta nekem bizonyítani, hogy ez szar. Még pedig úgy bizonyított, hogy azzal magyarázta, hogy mivel megtaposta az a gép, a, a kombány, ezért voltak mondjuk keréknyomnyi mélységű ilyen mély valamik, és ráment egy vetőgéppel, ami a vetés, vetőgép elején volt két sor szátörő tárcsa, száraprító vagy aprítócsát. Tehát olyan gyönyörűen megcsinált egy ilyen 5 centis magányot, hogy csak na, igen ám, de mivel felfeküdt a gép, ezért ezeket a kicsit, 60-70 centi széles, ott megmaradt a izé, csak ráhullott a mag. Hát ez nem működik, hát ez hülyeség. Ezt nem lehet így csinálni, ugye? Hát nagyon boldog volt, aztán most láttam az őkelését a másik oldalon. <laughs> Na mindegy. De nem ez a baj, gyakorlatilag olyan volt az egész utána. Az én területemen az volt a szép, hogy megtörtént, amit akartam. Fogta, és mint a fűnyíró, így letépdeste a, a leveleket, de a, a töve a kis tövénykének a szár töveitől kezdve érintetlen maradt. Tehát kint maradt ugye a szárának az alsó egy centie, és a teljes gyökér ott élt. A másik oldalon pedig, ugye ez a kis repce úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen 6-8-10 centis vastagabb gyökere, ami hirtelen elvékonyodik, mint a retek, és utána ilyen hajszálvékony gyökerek mennek tovább. Tehát ami úgy értelmesen csinált volna egy 15 centis függőleges járatrendszert, ami verreszti a vizet, meg a levegőt, azt úgy egy az egybe kitérte, és mint amikor a Mohácsi csatamezőn ott feküdnek jobbra, balra, le, és a többi, tehát szépen bekeverve, véletlenül se tehát Nyilván a zöld tömeg az megmaradt, tehát a zöld trágya, a hasznosítás az élt. De pont az, amiért ez az egész nagyon-nagyon fontos lenne, hogy végre ezt a stabil három fázist megteremteni, hogy a negyedik is tudjon működni, ez nagyon hiányzik. És ezeknél a talajoknál gyakorlatilag műveléssel soha nem lehet ezt megteremteni. Ez csak azzal lehet, hogy olyan függőleges járatrendszert kell létrehozni benne, és utána vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. És a növények is vigyázni fognak rá, mert azt is tudjuk, hogy elég egyszer megásnyátszik, hogy a növények követik a korábbi növények járatait. Nem véletlen, ugye ez az úgynevezett rizoszféra, ami tele van tápanyaggal, ami tele van mikrobiális aktivitással, ahol a tápanyag feltáródása többszöröse, hát miért menjen oda, ahol már üres az asztal? Oda megy, ahol legalább még az asztalon valami maradék van, ugye? És akkor ő meg pakolja után magának. És minden egyes alkalommal még hozzátesz ő is egy kicsit, hogyha egy picit alárepesztem, ha nagyon kell. Csak most nem a művelése ellen vagyok, ne értsenek félre, mert, mert lehet csinálni. Csak az ellen vagyok, nagyon sokszor, hogy most is például volt egy gazda, aki kérdezte, hogy na hát akkor most mit csináljak? Tiszta víz szántsam meg. Most mosolyognak, de ő, ő, legalább gondolkodott, mert az volt az izője, hogy meredek, domvidék, és ha nem szántja meg, akkor ez az összeállt felszín, ez elkezdi vezetni a vizet, ugye? És hogyha vezeti a vizet, akkor ez fel tud gyorsulni. Ha fel tud gyorsulni, akkor erodál. És tökély a van. Viszont, ha most kimegy, és ilyen állapotban, mint körülbelül ez, ha ezt valaki most megszántaná, hát ezt hívják ez a szép szalonnás, így, így egymásra pakolva. Hiába, és az az érdekes egyébként, azt nem látják nagyon sokan, hogy attól, hogy megszántom, ugye szokták mondani, hogy mert akkor megnő a térfogata, vagyis a felvehető pórus tér. Tehát, ha valamit szántok, akkor sokkal több víz fér bele. Nem. Furcsa módon nem. Furcsa módon mindenki azt látja, hogy a műveltáblák, meg mellette a takaró növényes kevésbé műveltábla, ha jön egy zápor, akkor a műveltáblán áll a víz. Miért? Mert pontosan ezek a függőleges bevezető csatornák hiányoznak belőle. És hogyha én így teszem bele azt a kis repcenövényt, és ráiszapolom az őtséget, meg a talajt, akkor az nem fogja vezetni a vizet. És ez óriási különbség. És a másik dolog pedig az, hogy most mondhatjuk azt, bár szerintem már itt is határeset a csapadék mennyisége, tehát nem zalában vagyunk, de azért ezek a szélsőséges időjárási rendszerek. Itt látszik, hogy valahogy, de megy el a víz. És nem is csoda, hogy megy el a, nem a víz megy el, az is elmehet, de ugye itt vagyunk egy felszíni vízfolyás egy mederben, itt tőlünk 5 méterre már látszik a műholdképen. Ha itt medrek vannak, akkor itt folyik a víz, ugye? Ha folyik a víz, akkor ezt az apró kis szemcsékből álló feliszapolt agyagot is viszi. És nem hiszik el, de az erózió durva. Látszik? Tehát egy ilyen réties jellegű talajnál 60-80 centi a humuszos szint ha nincs művelve ez meg 40. És éles az alja, tehát látjuk, hogy a szántás beleszánt. Hogy tud beleszántani? Csak akkor, hogyha felülről mindig fogy az anyag, és akkor mindig szánt, szánt, szánt bele. <tosz> és ez viszont azt jelenti, hogy ha, ugye, mikor tudja elvinni az anyagot? Ha nem tud beszivárogni. Tehát két oldalról is pusztítjuk magunkat, mert ami nem megy be, az a felszínen marad. Ami a felszínen marad, annak elég 0,0001% lejtés, az biztos, hogy elindul. És megy el. Ha viszont vannak kis bevezető csatornáink, akkor lemegy 30-40-50 centire, mert ez a talaj is vezeti a vizet, de nem folyik benne a víz. Ez a nagy különbségedben. Úgy megy a víz, mint a szivacsban. Nem úgy, mint a locsolóból kifelé. Mert szívja és halad nagyon lassan lefelé, mint a szivacsban a felszívott víz. Mint hogyha emelné a vizet, ugyanaz a sebesség, csak most fentről lefelé szívja, nem folyik. Most, hogyha meg megvannak a repedéseim, akkor lemegy odáig a repedés, 40-50 centiből, folyik, és onnan is elkezdi szívni. És akkor nem a főső 5 centi lesz nedves, full nedves, hanem az egészet elkezdem szépen feltöltögetni, és utána, amint a többlet elmegy, abban a pillanatban, mivel ez gravitációs tér, ide visszajön a levegő. És akkor a három fázis folyamatosan megvan tartva, és ha így visszaadok neki helyet, víztározó helyet, akkor gyakorlatilag lehet, hogy pont ez a két hét, amit még ez kibír, azáltal, hogy le tudta vezetni a vizet, az pont arra elég, hogy ne pusztuljon el az állomány a következő esőig. Úgyhogy ezeken a területeken itt ez a minta példája. Máshol nem, és most nem azért lettem meghívva kivételesen, hogy most cégek alá beszéljek, nem szoktam, nagyon jól tudja Zsombor is, hogy kaptak ők már akkor a pofonokat tőlem. <gül> <gül> de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, ez az iskola példa, tehát ennél tisztább logikája, mint hogy itt a takaró növényeket meg kell tartani, és a tárcsázást is el kell felejteni, hanem egyszerűen valahogy úgy kell megtartani a rendszert, hogy a gyökérjáratok meg tudjanak maradni. Nem szabad kitétni, mert azzal, azzal gyakorlatilag minden, amit jót csinálunk, az, azzal így, így el, elmegy, elpusztul ennek a talajnak a vízgazdálkodási rendszere, az a szürke, ott 80-tól 120-ig, meg alatta ugye a feketének a alam galambszürke, hogy ezek mind-mind azt mutatják, hogy hogyan dolgozik vissza a rendszer, ott középen olyan 50 és 80 között meg kivörösödik. Ez az oxidatív területe. Ez föntről nem kap vizet, alulról se tud mindig visszatolódni rá. Tehát a sok víz kell, hogy visszaemelkedjen. Tehát ő az, ahol a leglevegősebb területeink vannak, ami megint nagyon jó, mert ugye van egy vízbő alja, egy néha vízbő teteje, és közben a növényeknek van menekülési útja. De a legjobb az lenne, hogyha ezt be tudnám csatornázni, ezt a részt mondjuk ide. És ehhez kell lennének azok, amiket így csinálunk. És még egy dolgot, mert így eh, akkor mindig szoktak jönni ilyenekkel. Én nem tudom, az elején azt hittem, amikor így először hallottam, hogy milyen jó ez a retek. Aztán mindig, amikor nézem ezeket a retkeket, ez valahogy olyan, mintha a reteknek nem mondták volna meg, hogy a talaj az, az lefelé van. <tos> <tos> és akkor azt látja, hogy ennyi van bent, igen, körülbelül, és kifelé meg ennyi. És igen, 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 de... E, egy dologról kell talán még egy picit beszélni, és az pedig a tápanyag. Itt elhangzott egy kérdés még itt az elején, hogy akkor tudjuk-e mérni jól a nitrogént, meg milyen gyorsan megyön? Egy baja van a szervetlen műtrágya alapú nitrogénnek. Tudják, hogy hány százaléka hasznosul? Nem. Annyi se. A legjobb körülmények között 35-40 százalék, egy karbonátos, homokos talajon 15-20. Tehát gyakorlatilag a kijuttatott műtrágya kétharmada kuka a nitrogénnél. Részben a volatilánc, tehát elmegy az ammónia, ezt ugye sokan tudják, hogy rögtön ezért be kell forgatni gyorsan. Nem, hogy kint maradj. Persze onnan is elmegy. És utána ez az ammónia ez vízben oldódik, ammónió lesz belőle aerób körülmények között eloxidálódik, nitrát lesz belőle, negatív töltésű, és úgy megy a vízzel lefelé, mint a veszedelem. Ugye ezt gazdák tudják, az oldódási folyamat inhibitorai, ne oldódjon, szépen lassú feltáródású legyen, ezek nagyon fontos dolgok. Tény. De mi az egyedüli dolog, ami meg tudja állítani a kilógzódást? A megkötés. Mi tudja megkötni? Csak a növény. És ha biológiai formában van jelen, és itt jön a reteknek is a lényege, ez a talaj művelő retek, ez a legnagyobb hülye név, amit valaha. Tehát őszintén, ha valaki megpróbál beleverni egy karót a talajba, azzal lazítom? Nem. Egy nagy lyukat csinálok, és környezetét úgy összetömörítem, hogy csak na ugye? Tehát gyakorlatilag a talajművelő retek, ez egy hazugság. Már ebből a szempontból. Más oldalról viszont iszonyú nagy szerves anyag tömege van, és nagy mennyiségű nitrogént is vesz fel, ami utána megint egy évig, hogyha ott valaki végig megy, így megcsapja, ebből a szempontból jó, mert nem kell 30 centire lemenni, hogy összedaráljam, hanem tényleg elég egy tarlóhántás, egy sekély ahhoz, hogy ezt úgy megtördeljem, hogy akkor ez elindul maga, meg hozzáférhetővé válik. És megint ugye mi történt? Kivettem a talajból a tápanyagot, de nem vittem el, hanem ott maradt. Szerves formában van, és a szerves formában pont annyi van, amennyi egy növénynek kell. Amikor ez elkezd lebomlani, akkor miért bomlik le? Azért, mert lebontják. Nem magától bomlik le, magától is, Szétesik természetesen, de a legfontosabb az, hogy ahogy ez egy el kell szépen lebolni, bacik jobbról balról mindenki elkezdi támadni. És mivel optimális a szén-nitrogén aránya, mert annyi van benne, mint amennyi egy élőlénynek kell, ezért rögtön be is épül. Lesz belőle baci, lesz belőle gomba, lesz belőle bármi más. Ezekről pedig azt tudjuk, hogy mit tudunk. Azt tudjuk, hogy nem élnek sokáig szegénykéim hihetetlen gyors az átforgás, tehát hiába kötődik meg, ugye erős óriási viták vannak, hogy úristen, kiadom a szerves a szalmát és a többi, és akkor az a nitrogén deficitet fog okozni. Igen. Hogyne? Mennyi időre? Igen. És utána? Elkezd felszabadulni mindaz, ami ebben a gyorsan átforgó biológiai fázisban megkötődik, és az, hogyha ez optimális, akkor újabb és újabb generációk kötik meg, miközben mindig újabb és újabb kis űrök vannak a generációk között. Pont annyi, hogy a növény, ha van, ha akarja, fel tudja venni, és ha felveszi, akkor esik a koncentráció a talaj, meg mindig utána ereszt. Ettől különleges, ugye, nagyon jól tudjuk, foszfor, hogyha oldatból megnézzük a foszfor tartalmát a talajnak, és megpróbáljuk összevetni azzal, ami a növénynek kell, egy ezreléke sincs benne, de lehet, hogy egy millió részes része sincs, mert olyan rosszul oldódik. De amint a növény felvesz kettőt, a talajoldatba beengedődik újabb kettő. Kicsi az átjárás, de mindig van annyi, hogy pont jó legyen. És pont ezt kell érezni egy picit, és ezért kellene, kell az, hogy egyedüli dolog, ami a talajban a tartós szerve, vagy a tápanyag forgalmat meg tudja alapozni, az az élő biomassa. És az élő biomassa mennyiségének növekedésével a puffer kapacitása és a tápanyag visszatartó képessége folyamatosan nő, miközben az össz biomassa nő, ezáltal az össztárolt tápanyag is nő, és mivel ezek nem évelő, hosszú életű valamelyik, ezek minden évben visszaadják részben, csak átfedése, nem egyszerre, mint a nagy nem, hogy most puff, kész vége. Lelőttük, a jövőre újabb verseny. Addig most bezárjuk a pályát, hazamennek a büfések és akkor kész. Tehát ettől én azt gondolom, hogy ezeket a takaró növényeket nem lehet elég jól dicsérni. De önmagukban nem fogják megoldani a problémát, ezzel csak azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon gondolkodó az a világ, és gondolkodtató, amikor az ember elkezd így tényleg gondolkodni, amikor nem zsigerből, gerincfelőből tesz meg kötelezőnek tűnő lépéseket, mert nagyapáink is csináltak tarlóhántást, és azt mindig április, április, azt mindig augusztus 1-én csinálták. Mert miért ne? Mert ez volt a szokás. Akkor is, ha száraz, akkor is, ha nedves, akkor is, ha kell, akkor is, ha nem kell. Csodálkozom rajta, hogy kukoricában, álló kukoricában miért nem csináljuk meg, mert az is április egy. <laughs> Vagy azért nem április, mindig összekeverem, augusztus egy. Ezzel most pikét voltam, meg disznó voltam, de mi a fenének az esetek jelentős részében, hogy kicsit gondolkodik az ember, és végig gondolja, az a legjobb gondolatmenet, szerintem. Mi történik, ha nem csinálom? Vagy mi történik, ha csinálom? És egy picit le kell jönni a szervénybe, és meg kell nézni, hogy milyen állapotban, ha ebbe belemegy, belehúznám ezt a izét, akkor ez mit csinálna ezzel? Vágná, kenné, törné. És ha megcsinálom, ősszel. Ö, nekem ez a legnagyobb kérdőjelem, ősszel. Most persze takaró nővényeknél hallottunk, mi van, hogyha száraz az ősz? Hát azért a hosszú időszakok. Tehát nem az ősz meg a tél szokott száraz lenni. Van, kétségtelen, de ugye nálunk mindig az a feltöltődés időszaka, mert bár a csapadék kevés, de a párolgás nulla. Ugye? És mindig az egyensúlyi rendszer számít, hogy mennyi a bevét, meg mennyi a kiadás. Olyan még nem volt, vagy ritkán van, nem az, hogy nem volt, mert most is van, hogy áll a víz nyáron, néha. Na de általában tavasszal áll a víz, és azért, mert ősztől kezdve tölti, tölti, tölti fel. Ha ezt megszántjuk, és így letépődik, mint most, csak még ez is megvan. Mi történik a vízzel? Átszalad a vastag pórusokon, és eléri az eketalpat, vagy a bármit. Onnan nagyon lassan szívja ugyan be, de torlódik vissza. Ennek van szerkezete? Nincsen agregált stabilitása, szépen elkezd alulról szétiszapolódni. Ez az egész 40 centi, ez már csak 25, majd nem 25, 38, vagy 35, folyamatosan emelkedik az alja, már az alsó 10 centi ugyanúgy szét van iszapolva, mint mielőtt hozzá se nyúltam volna. És tavaszra, és ez, ez nekem nagyon megdöbbentő volt, tehát olyan szépen magyarázott, ugye volt egy tavaszi bemutatónk, kukorica ilyen kétleveles volt. Szántás után. Mikromagaslaton. Debrecen alatt, tehát az Alföldön. Szántásnak nyoma se volt, a kukoricaszár kéken-zölden mosolygott, berohadva, a teljesen összeiszapolt szántás alatt. Mi a valószínűsége annak, hogyha ősszel megszántom, akkor az tavaszra nem iszapolódik újra vissza. Nagyon-nagyon száraznak kell lenni ahhoz, hogy az alját ne veszítsen el. Én minden értek, tehát minden évben, minden kornak megvoltak a saját gondolatai. Csak egy dolgot szeretnék nagyon így beültetni az emberekbe, hogy nincsenek általános igazságok. Nekünk axiómáink vannak, vagyis vélt igazságaink, a teljes mezőgazdasági talajművelés axiómák sora. Szántani kell. Ezt el kell művelni. És a szántástól jobb lesz a talajszerkezet. Sőt, volt, ugye pontosan ugyanezek a gazdák megkérdezték, jó. De ha, ha, ha nem tárcsázom meg, és csak belevetek, és csak másfél tonna búza lesz, Mondom, tavaly mennyi volt? Hát 8-9. Mondom, bocsi, de te vagy a jó Isten. Nélküled nincs élet a Földön. Nem nő a réten a virág, csak ha előtte kultivátorral végig nyomom. Oda szarik a marha vagy a szarvas, és megyek utána, mint a lóverseny pályán, és ne haragudj, be kell forgatnom, meg. Mert... <tosz> Nem most mosolygunk rajta, de nem ez a tény. Ott Az az igazság, hogy nem az ekével van a baj, azzal is, de, de, az eke az egy szimbólum. Az egyfajta gondolkodásmód, ami úgy sokkal könnyebbé tette a világot első ránézésre, ami aztán később kiderült, hogy sokkal nehezebbé tette, mint volt. Szép rendezett képet. Így van. Attól függ, milyen méretarányban nézik. <laughs> Jó, elnézést kérek, ha talán provokatívabb voltam, mint kellett, kevésbé voltam, mint szoktam. <laughs> Ebben a hidegben gondoltam, hogy nem leszek nagyon durva, de ez tényleg egy olyan gyönyörű szelvény, hogy mindenkinek csak javasolni tudom, hogy menjen be és nézzen egy picit körbe. <laughs> mert ezek a talajok itt a környéken, ezek olyan szépen magyarázzák a vízgazdálkodást, meg a talaj fizikai féleségeinek visszahatását, hogy ha nem lenne ilyen messze, minden héten hoznék ide 30 hallgatót. <laughs>